Somogyi andris hogy ki van tiltva vagy hogy vagy hát hogy, lehet, hát hogy volt olyan művelődési így. ház igen az, az volt hogy ő inkább ne jön szerintem ott a művelődési háznak a, 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 az igazgatója a saras hogy, 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 hogy ő nem szeretné, vagy fél valamitől vagy én nem tudom hogy mi lehet az oka megkeresett egy újságíró nő csinált velem ö, ö, interjút és mondta, hogy ő utána nézett, hogy 2019-ben voltam ott utoljára. Mondom, hát mondom, nem tudom, mi az Valódi Valódi igen, és mond, igen, és akkor mondtam a szervezőnek, mondom, hogy, hogy hadd vigyem már el oda a, a tália és mondta, hogy tárgyalásban voltak vele, és ott az igazgatónőnek a címmel volt problémája, hogy tália hogy hát, hogy ilyen címmel. Jó napot kívánok! Ez itt a frissirek.hu exkluzív podcastja, amelynek ma vendége nem más, mint Janklovics Péter, színész, humorista. Szevasz! Szia! Köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket! Melyik titulust <laughs> szereted jobban? Humorista vagy színész? Hű, ha nem tudom. Hát ez így jó, így vegyesen. Tehát, hogy igyekszem is ezt a, ezt az arányt ezt így tartani. Tehát, hogy mai napig játszom színházban, meg ugye a stand-up az, az, állandó, most de, már régóta. De hogy a humor az egy olyan bonyolult dolog. Milyen a magyarok humor érzéke szerint? Az, az? nem, az, az annyira nem bonyolult. <laughs> nem, nem, az, nem tudom, nem, nem az, hogy a, a, magyarok humor érzéke, azt szerintem az egyénre ö, lehet lebontani. Mert hogy én többféle humort érzek Magyarországon, hogy, hogy ki mit kedvel. valaki, ja, valaki A, saskabarét kedveli, valaki a Monty Python-t, valaki csak egy viccelődik. Ugye, ez ugye igazából még társulaton belül is, tehát hogy a, a, a Duma színházon belül is, ö, ö, akkor jó szerintem egy, 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 humorista vagy egy stand upos hogy a, a, akinek megvan a, a, a saját hangja, nem valakire próbál hasonlítani, hanem, hanem önazonos, és, és sokan vagyunk a Duma most nem tudom pontosan hányan, körülbelül 20-22-en, és ahányan vagyunk, annyiféle humort képviselünk, és mindenkinek megvan a maga közönsége. Tehát, hogy nyilvánvalóan, ha valaki szeret a Duma Színházba járni, akkor nem feltétlenül szereti mind a 22 fellépőt, ha nem szeret belőle mondjuk hármat, négyet, ötöt, és akkor azoknak az előadásait látogatja. Tehát, hogy ez nagyon egyénfüggő. Aha, de hogy ugye a magyar magyarok hogyha visszatérünk egy picit, tehát hogy mondjuk lehet Igen. így alakítja a közönség például a testjeidet? Vagy ebben nem engedsz be a szólást? Nem, 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 nem. Sőt, én azt, azt szeretem, vagy az, az a szerencsés, hogyha a, a közönség ö, ö, látásmódját formálja valamennyire uh -huh. az az előadás, vagy akkor jó szerintem egy előadás, hogyha ha a sok nevetés mellett hazamegy az ember, és akkor, és akkor elgondolkozik pár dolgom, hogy azt mondja, hogy hogy, hogy, hogy na hát, az biztos ezért volt meg azért, vagy, vagy eszébe jutnak ö, 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 dolgok. Ennek nem, mert tánoság. azon gondolkodtam, hogy ez a páros így, hogy színész és humorista, nagyon sokszor egy ilyen skatuja is, nem? Tehát, hogy mondjuk, hogyha csak a 80-as éveket nézem, mondjuk Gál Völgyit, annyit parodizált a tévében, hogy utána láttad egy, vagy láttam egy drámai szerepben, és ilyen, tudod, így meghökken az ember. Ja, uh -huh. Szerintem most már azért most már annyira kinyílt a világ, meg annyira az, az internet korát éljük, hogy, hogy most már nehezebb így szerintem skatujálom, be, be Bár nem tudom, nem tudom. De, de közben, én nem, nem érzek ilyenféle, meg tudom, meg, meg régebben azért, hogyha ugye a, a Bárdi Györgynek volt a a, a Gugyerák, és... De hát az, igen, égen? de hogy az, az ugye még régebben volt, ugye a, 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 a Gávölgyinél se ö, feltétlenül azért játszik ő a, a Pintér Bélánál, meg, de tudom, hogy egy időben ez volt, de szerintem most már 2024-et írunk, szerintem most már azért így hála Istennek el, elmosódnak ezek a határok. Tehát, hogy nem... Ne, ne, hogy mondjam, szerintem nehezebben skatujáznak be uh -huh. valakit. Vagy ha valakit beskatujáznak nagyon... Akkor, akkor szerintem annak van oka. Tehát, hogy az, az nem véletlen. Aha. Mert tudod, az is egy érdekes dolog így, amikor beszélgetünk a felvétel előtt, én említettem neked azt, hogy szerintem, amikor így arról kérdeztelek, hogy, hogy milyen a magyarok humorérzéke, én azért úgy veszem észre, hogy a magyar társadalom úgy nem nagyon csípi a tükörbenézős poénokat. Hát pedig ez ilyen. <laughs> hogy, hogy a tükör... Igen, lehet, hogy valaki, valaki nem szereti, de szerintem meg a humornak pont az a, az a feladata, hogy, hogy tükröt tartson valamilyen szinten. Uh -huh. Úgyhogy nem tudom. nem tudom. Szerintem, hogyha valakinek jó humorérzéke van, vagy, vagy van humorérzéke, akkor, akkor az tud nevetni saját maga. Sőt, általában saját magán tud nevetni az ember. Tehát, hogy amikor, amikor eljönnek mondjuk az én előadásomra, én általában magamról szoktam beszélni, de akkor, akkor, tudnak legjobban kapcsolódni, meg akkor nyilván a legszebb öröm a kár öröm, tehát, hogy azon nevetnek, hogy, hogy én elmeséltem, hogy milyen szerencsétlenül jártam ezzel, vagy azzal, vagy amazzal, de akkor nevetnek a legjobban, hogyha olyan dologról beszélek, ami velük is meg Hetett, és ezáltal azért magukon is nevetnek, csak milyen jó, hogy nem őket nevetik ki mások, hanem ők a többiekkel együtt engem. De közben azért nevetnek, mert mert bele tudnak helyezkedni az adott szituációma, és ez nem véletlen, uh -huh. mert valószínűleg ők is voltak ilyen szituban. És mikor indult nálad egyébként ez, hogy szeretsz nagyon magadról beszélni, hogyha most így az estet Húha, említetted? Nagyon régi sztori? Hát az nagyon, igen, igen, ez, ezt még az estemben is elmondom, hogy hogy Hát ez körülbelül ilyen, szerintem, ilyen, ilyen óvodáskoromra tudom visszavezetni, vagy legalábbis arra emlékszem vissza. És ugye van egy tanulmány, amely szerint a, a minden óvodáskorú gyereknek van egy rövid életszakasz az életében, egy ilyen fél év, egy év, amikor van benne egy egészséges exhibicionizmus, amit jó esetben kinő, és bennem viszont mindig is egy egészségtelen volt, amit aztán nem nőttem ki soha. Tehát, de, de ez egészen kiskorom óta. Aha. Van, igen. E, tulajdonképpen azért mi erősen egy korosztály vagyunk, talán egy év van közöttünk, és de emlékszem azért a 80-as évek iskolájára, általános iskoláról beszélek, ilyen jó poroszos oktatásban volt részünk, és az igen. egyéniségeket nagyon nem kedvelték. Igen, neked ezzel nem volt gondod? Dehogy nem, dehogy nem. Na, mesélj dehogy nem, Sőt, hát figyelj, én a mai napig... A, az, azt, a, azt a hátrányát érzem ennek a fajta oktatásnak, amiben ugye ö, mi részesültünk, hogy, hogy magát a tanulást ö, nem tudták velem megszerettetni, tehát hogy hogy ott már szerintem a kisiskoláskorban korban eldőlt, hogy hogy nem tudom, hogy a reál tárgyakat nem szerettem annyira, főleg itt a, a matematikáról beszélek, meg később a fizika, meg nem. És, és azt egyszerűen, tehát nem, nem ugye nem akarták megszerettetni, mert ez nem azért van, hogy szeressed, hanem azért, mert én azt mondtam, te meg megtanulod, és sajnos ott az bennem felépült egy olyan fal, hogy, hogy a mai napig az van, hogy ami nem érdekel, azt így abszolút elengedem. Tehát, hogy semmi, tehát hogy később se az volt, nem, nem akartam megbukni matekból. Nem akartam érteni a feladatot, hanem azt akartam, hogy legyen meg a kettes, és pontosan tudtam, akkor még nem tudtam, hogy mivel akarok foglalkozni, de pontosan tudtam, hogy bármi is legyen a sorsom, törtett-törtel összeadni, szorozni, biztos, hogy nem fogok egész életembe, és ez így is történt. Tehát, hogy most már szinte se, nem az, hogy szinte, hanem nem vagyok rá büszke, de sajnos így van, hogy semmit nem foglalkozom a matematikával. Régen, amikor még kézzel kellett írni a számlákat, akkor ugye az áfát hozzá tudtam számolni számológéppel. Most már ugye ezt is elvégzi helyettünk egy program. És mondjuk otthon támogattak a úgymond a vicceskedésben, vagy nem mondták azt a szülők, hogy Péter, nem kéne ennyire ezt mert hát, hát, csak figyelj, bajom lesz Ja, a vicceskedésben, uh -huh. de hogy tám, hát nem, hát az, a, tehát hogy a, ott ugye úgy csapódott le, tehát, hogy nem az volt, hogy, hogy, hogy én majd ezt akarom csinálni, vagy azt akarom, hanem ö, otthon ebből annyit láttak, hogy vittem haza az intőket, és nyilván azt nem támogatták, meg, meg de azért közben, közben, meg én is hallottam olyan sztorit, még ö, apai nagymamámtól, annó, hogy, hogy hogy, mentek hozzájuk vendégek, amikor apám elsős általános iskolás volt, vagy másodikos, és akkor ott kérdezték a vendégek, hogy na, és akkor hogy tetszik az iskola, és kérdezték, hogy melyik a legnehezebb tantárgy, és apám megmondta, hogy a magatartás. Szóval, hogy, hogy azért valahonnan ez indult, de közben hát nyilván nem örültek neki, hogy, hogy intőket vittem haza, és aztán később már, amikor, amikor már úgy kitaláltam a színészetet, vagy, úgy, vagy ez, az egy ilyen. Hát, egy ilyen evolúció volt. az egy ilyen, igen, igen, de, de maga az elhatározás az egy ilyen hirtelen dolog, egész, vagy hát viszonylag későn gimnáziumba, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor én ezt akarom, és onnantól kezdve nagyon mentem e felé és támogattak, tehát hogy nem gördítettek elé akadályt, meg, 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 meg segítettek, amiben tudtak, de azért azt mindig hallgattam tőlük, hogy azért, hogy azért ne tegyek fel mindent egy lapra, legyen bétervem tervem álljak több lábon, és az viszont nekem meg, nekem meg sosem ment. Vagy így azt éreztem, hogy hogy, hogy ezt akarom, és ezt annyira akarom, hogy, 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 hogy nem akarok bétervet, tervet mert az, az egy az egy menekülőút, az egy, az egy kudarc, hanem az, vagy, vagy ezt akarom, és, és ne, egyszerűen nem, nem volt b És hogyha így a 80-as évekről beszélgettünk, az emlékeim szerint egy nagyon eklektikus időszak volt még a nagyon, még elzárt nagyon, igen, is, mert hogy kulturálisan a tévéműsorok és az ismeretterjesztő műsorok, tehát hogy egész sok mindent megtanítottak egy generációval, de hogy voltak neked például egy nagy példaképeid akár humorban vagy színészetben, akik már úgy gyerekkorodban tetszettek, vagy azt hűha, mondtad, hogy hűha. Ez, így, ez, így, ez így jó. Aha. De érdekes, nem, nem tudok erre így visszaemlékezni. Tehát, hogy ilyen, ilyen, nagy, nagy példa, tehát inkább később voltak, de, de akkor, se, akkor, se, olyan, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy, hogy egy, egy, valaki. Az, rengeteg, tehát hogy hála jó Istennek azért Magyarországon, tehát hogy rengeteg fantasztikus színésszel vagyunk körülvéve, és akkor mindig, mindig szoktak jönni ilyenekkel, mikor nem tudom, mikor egy, egy, egy idősebb legendás színész távozik közülünk, akkor mindig az van, hogy, 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 hogy ó, hát mennek el sorban a nagyok, hogy, 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 hogy kik lépnek majd a helyükre, a helyükre, hogy ez majd meg fog üresedni, és de hogy fog meg üresedni, hiszen a mostani fiatalok lesznek majd az, az idővel akkor. Tehát, hogy ugyanúgy ugyanúgy nagy bölények lesznek a mostani 35-40 évesekből, meg a 20 évesekből, csak azt már én nem biztos, hogy megérem, vagy, vagy az már nagyon késő lesz, de de szerintem van azért utánpótlás, hála a jó Istennek. Tehát akkor neked tulajdonképpen az ilyen iskolai vicceskedésekből jött a színészet, vagy az mindig is érdekel, vagy ez, vagy ez hogy alakult? Isko iskolai vicceskedés, tehát hogy az, az mindig ment, és akkor ö, én a Kertész utcai általános iskolába jártam, ahol ö, volt, az később egy drámatagozatos általános iskolává vált, de, de amíg, amíg én jártam oda, akkor még ez nem volt, csak volt egy színjátszókör, Ö, és és először talán szerintem ilyen mm, harmadikos, negyedikes koromban valami osztály ünnepségen, vagy valami osztály megmozduláson az osztályfőnökünk segédletével, vagy az ő rendezésében egy ilyen kis vicces jelenetet, valami nem tudom én négy-öt oldalas humoreszket vittünk színpadra egy osztálytársammal, klasszikus, nem, tudom, főnök beosztott, vagy földesúr, és, az értetlen szolgája, és egy ilyen félreértéseken alapuló, hát egy pár oldalas ilyen, mit tudom én, manapság, mint ilyen rádió kabaré jelenet, és akkor azt előadtuk az osztálynak, és arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon röhögtek, és ott éreztem azt, hogy, hogy árad szét bennem az adrenalin, és azt éreztem, hogy atya úristen, ez mennyire jó dolog, és akkor utána nem tudom, beválogattak ott valami, a, valami iskolai nagyobb megmozdulásba, tehát nagyobb ö, ö, ilyen színházi előadásban, amit a, amit a az Almási Téri Szabadidőközpontban adtunk elő, és akkor ott a, a Benzsák István, aki utána később vezette a, a, az egész drámatagozatot, mindig ő rendezte ezeket a, az előadásokat, és akkor engem mindig kérdezett, hogy van-e kedvem a következőben, meg nem tudom, és nekem meg volt. És akkor ez így innen indult. És akkor innen jött a Gornagy Mária? Igen, Szinten igen és, aztán, igen, és aztán gimnáziumban egyszer csak, utána ez egy, ez egy picit így szünetelt, és akkor, és akkor nem tudom, fejembe vettem, hogy, hogy de én ezt akarom. És akkor hát felvételiztem a, a színművészeti főiskolára ö, ö, hétszer, illetve először még csak ugye egyszer nem vettek fel, akkor Közben beadtam a jelentkezési lapomat a, a Gornagy Mária szín, oda felvettek, és utána aztán még évekig felvételiztem a, a főiskolára. És mi volt az ok, hogy elutasították? És, ja nem tudom, nem tudom. Aha. Hát ezt nem indokolták meg ak akkoriban, és. És uh, te uh, hogy látod? És, ha így. Ja uh, nem, tud, nem tudom, figyelj, de hát már ennyi év távlatából már tök mindegy, hogy mit, nem tudom. De nem, nem bántad adom. meg, hogy ez így alakult Nem bántad, figyelj, uh, sokáig volt bennem, hogy mondjam, ez általában uh, mindenkivel szokott lenni ilyen, hogy, hogy, hogy majd, ha egyszer, majd ez lesz, meg az lesz, majd jól oda mondom meg. És volt nem egy alkalmam, hogy mit tudom, hogy volt olyan, hogy aki az első rostán kirúgott, az utána a saját színházában, aminek az igazgatója lett a, a, bemutatónkon, gratulált nekem, mint színésznek, és akkor eszembe se jutott, hogy igen, akkor miért nem vettél fel 53 évvel ezelőtt, tehát hogy semmilyen. De nem, nem volt benned, benne olyan érzés, hogy, 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 hogy ez lehet, hogy valamifajta fajta jelzés, hogy az nem az én utam? Vagy, vagy ilyen teljesen tudatos Most már de, előre, de egy... most már azt gondolom, hogy lehet, hogy, lehet, hogy az nem az én utam volt, de, de akkor, akkor nyilvánvalóan borzasztóan rosszul esett minden, minden ilyen, de, de, de ak, akkor is azt gondoltam, hogy de én akkor is felvételizek. És a Gornagy Mária színi Nagy Sándor Tamás osztályába kerültem, aki Ádám Tamásként ismerhetnek a nézők. Kft. És talán, így ugye? van, igen, igen, igen. És és azt hiszem, hogy, hogy azt minden, minden eufemizmus nélkül mondhatom, hogy ha, ha vele nem találkozom, akkor, akkor, nem beszélgetnénk most itt. De jó hogy, ö, volt a sorozatban. Igen. hát a sorozatban igen. A velük azért, velük azért keménykezű volt, de, de közben, közben rengeteget tanultunk tőle, és Hát magát az egész szemléletet tudta úgy átadni, hogy, hogy nyilván élt bennem valami romantikus gondolat, hogy, hogy, hogy a színészet, meg hogy miért akarom ezt, és ezt ő az első egy-két héten tudatosította mindenkivel, hogy nem ez van, sokkal rosszabb a, a helyzet, tehát hogy ezt ne legyenek illúzióink, viszont viszont ott még, nagyobb, még, még nagyobb elhivatottságot éreztem és még, még nagyobb kedvet ez, ez iránt és az mit javasolt ő neked, hogy milyen karaktereket tudnál te jól megvalósítani? Ja, figyelem, hát nem, 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 javasolt karaktereket. Semmit. Nem, hát nem, figyelj, azért nem úgy, tehát hogy színészként ö, ö, nem javasolnak karaktereket, hanem rádoztanak egy szerepet, és akkor abból kell hát De Nem csak a, így a humorra gondolok, tehát hogy... Ja, ez volt-e valami fajta ilyen kezdőlöket? Ne, nem, 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 volt ilyen kezdőlöket, inkább, inkább a... hát a, 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 a munka módszerét, vagy hát, tehát, hogy az, hogy a, hogy a próbákon, hogy, hogy hogy, ezer százalékkal ott lenni, és nagyon oda tenni magát az embernek, hiszen a, a próba az olyan, mint egy sportolónak mondjuk az edzés, ahol, hogyha az edzésen tud 180 százalékot teljesíteni, akkor a versenyre talán ki tudja hozni magából a százat, amikor, amikor már ott ülnek a lelátón, nézik, tudja, hogy nagyon nagy tétje van, mindig, hát a, mindig, mindig, a, mindig, a, a, munkával ellensúlyozott mindent, és igaza volt, és onnantól kezdve bármilyen, bármilyen csuklóztatós rendezővel dolgoztam, vagy olyan, olyannal, akinél elgurult a gyógyszer, és mind, mindig az volt bennem, hogy ó, hát Sanyitól én ennél ezerszer többet kaptam, hogy mi ez már nekem. És, és mindig át tudtam lendülni a, a nehézségeken. Mert hát én... ő tényleg felkészítette erre a, erre a szakmára szerintem minket nagyon jó. Mert ugye én szeretnék majd eljutni a beszélgetésben a tália de ahhoz még egy pár kérdést föl kell, hogy tegyek, és majd szerintem a nézők is értik, hogy miért, de hogy miután elvégezted a tanodát, utána neked az utad vidé... vidékre vezet. Igen, ugye? igen, igen. Az, az a milyen legelszegen... voltak, mesélsz arról egy picit? Húha, ö... Meséltem, már volt olyan podcast, és aztán meg is kaptam, hogy, hogy miért szólom le Zalaegerszeget, pedig nem, nem szólom le Zalaegerszeget, meg nem a várossal volt a baj. Hát én, én pesti belvárosi csávóként lekerültem egy vidéki színházba. Hozzáteszem, mellemet verve, hogy már vidéken lehet sokat és jókat dolgozni, és és abszolút, tehát hogy nekem, ne, nekem az nem volt egy egy ö, sérelem, vagy sőt, örültem, hogy, hogy szerződést kaptam. és de ez egy felajánlás adottam. volt a részükről? Vagy nem, hogy felajánlás, nem egy, hát, az hát után. igen, ez, ez úgy működik, ugye ezt viccesen szoktam mondani, de egyébként tényleg így van, hogy a, a, a főiskolán akkoriban a végzős osztálynak a vizsga előadását megnézték budapesti uh -huh. színházrendezők, vagy főrendezők, igazgatók, és utána, akik tehetségesnek ítéltek, annak szerződést ajánlottak. A mi vizsgaelőadásunkat megnézte apám, anyám, öcsém, és utána leveleket írtunk különböző vidéki színházak igazgatóinak, hogy nem -e lehetne-e. Uh -huh. Voltak akkoriban is ilyen meghallgatások. Tehát, hogyha valahova kerestek színészt, akkor kiírtak egy meghallgatást, oda el lehetett És ez egy ugyanolyan felvételi helyzet, amiben én hozzáteszem, nagyon rosszul működöm. Tehát, hogy én borzasztó lámpalázas típus vagyok. Tehát, még egy, még egy bemutató is nagyon sokat vesz ki belőlem. Hát, még az, hogy hogy nem az, hogy, hogy, hogy mezei nézők ülnek a, a nézőtéren, hanem ö, ö, szakemberek, akik majd eldöntik az én alkalmasságomat kvázi, tehát hogy attól voltam ki a leginkább, és és hát így, így kerültem Zalaegerszegre. Tehát, hogy ott az ilyen, ilyen nagyon kacifántosan, tehát, hogy nyilván nem nagyon voltam szorgalmas, tehát, hogy nem küldtem szét leveleket, hanem mindig ahonnan hallottam, hogy most Veszprémbe lesz meghallgatás, itt lesz meghallgatás. Azt hiszem, tehát castingról, utána... castingra jártam. Igen, igen, tehát, hogy igen. Hát, az nem mondhatni, mert voltam Veszprémbe, ahol, ahol uh, borz... kicsit pikírtek voltak, és uh, ilyenkor én, tehát, hogy főleg fiatal koromban, de még most is bennem van egy ilyen, hogy ha, ha valaki pikírt, meg nem tudom, akkor, akkor nem nagyon ért célt, hanem ott azért úgy kinyílik a szemem, hogy micsoda. <laughs> és, és hát ott meg aztán, pláne, ugye, vesztenivalóm se volt, az volt, hogy legfeljebb nem vesznek fel, és ott akkor, ott akkor, hogy az nem sikerült. Aztán volt még Miskolcon egy, ami már nagyon-nagyon a végén volt, tehát, hogy amikor már mindenkinek meg volt a szerződése, és ott meg nagyon be voltam szarva, hogy Úristen, ha ez nem sikerül, akkor semmi. Természetesen lehet, hogy épp ezért nem is sikerült. És, és akkor egy ilyen varga betűvel kerültem Zalaegerszegre, hogy ott igazából a stúdióba volt felvételi, ahol ilyen színészképző stúdióba, tehát hogy jártam órákra, meg nem tudom, de közben használtak ott a, a színházban mindenféle előadásokban, ilyen kisebb szerepeket kaptam már, a, már az elejétől nagyon jó rendezőkkel dolgozhattam, tök jó volt a csapat, és azt egy ilyen ugródeszkának tekintettem először, hogy, hogy ezt az évet valahogy kibekkelem, és aztán majd megyek tovább. Csak közben a, a tanodában, akik ö, osztálytársaim színházhoz kerültek, azért tartottuk a kapcsolatot, pláne még, még ott az elején, és azt láttam, hogy senkinek se jobb, hogy aki, aki 1300... ezer három hogy talán nem akkora... Ja, helyet, igen, lehet, igen, volt egy, igen, volt egy, volt, a szakmában, igen, volt egy ilyen, volt egy ilyen gőg, hogy, 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 aki nem, meg azt nem tudom, hogy most mennyire van, tehát, hogy most nem látok már annyira bele, meg főleg, hogy a, a, fiatalok körében, de hogy, de hogy ott volt egy olyan, hogyha nem, nem, a, nem a főiskoláról jöttél, akkor te csak olyan másod, harmad, negyedosztályú osztályú állampolgár. Tehát, hogy, hogy nyolcszor annyit kellett teljesíteni, hogy egyszer azt mondják, hogy na, lehet, hogy ez nem is rossz, Aha. és akkor így elkerültünk színházakhoz, és akkor a többiekkel beszél, hogy aki 1300 forinttal többet keresett, mint én, az cserébe nagyon szar helyen volt, aki Pesten maradt, az nem keresett többet, de statisztált ö, ö, havonta háromszor, tehát hogy igazából semmit nem csinált, illetve aki, aki talán ö, ö, jobban is keresett, meg jobb szerepet kapott, az meg panaszkodott, hogy, 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 hogy egy ilyen belterjes helyen van, nem dolgozik, jó rendezőkkel meg. Tehát, hogy azt vettem észre minden ilyen beszélgetésből, hogy lehet, hogy nem is vagyok annyira rossz helyen. És akkor úgy nem nagyon mozdultam, mert mert tényleg Zalaegerszegre nagyon jó rendezők jöttek le rendezni. Nagyon jó volt a csapat. Ja, hát figyelj, össze... Nem Változó? Hát igen, hát figyelj, nem tudom. Dráma, vígjáték, bármi? Minden, minden, minden. Zenések, persze. Uh -huh. Hát tudod, vidéki színházban, és ez egyébként nagyon nagy előnye, hogy vidéki színházakban, ugye pláne megye helyenként van talán egy színház, igen. vagy körülbelül és esetben. igen igen és és ott ott egy, egy nagy, nagyon széles kell hogy legyen a repertoár ami 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 egy tök jó dolog hogy, 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 hogy ugyanúgy vannak kortárs drámák Shakespeare zenés vígjáték, tehát hogy hogy nagyon nagyon széles spektrumon mozoghat az ember. És mondjuk ezek a nehezebb meg hát én drámában éve. is, meg, meg vígjátékban, meg zenésekben is ö, ö, pontosan azokat a másfél-két mondatokat. Kaptam. De ugye ezek a nehéz évek. Legalább... Igen, a királynő. Igen, szóval, hogy meghozták abból a szempontból a, a gyümölcsét majd idővel, hogy mondjuk ezek a kapcsolatok még működnek, vagy működni tudnak? Akár hogyha mondjuk egy estet szervezel, vagy bármi. Mm. Nem is, nem is a kapcsolatok, hanem, hanem szerintem én alakultam ezekből mm. ö, ö, annyira, hogy hogy semmit nem csinálnék másképp, tehát hogy hogy nem törölnék ki semmit. Pedig az tényleg az két és fél évet töltöttem, kicsit kevesebb, mint hármat, de az egy, az egy nehéz időszak volt, mert tényleg ö, borzasztó keveset kerestem, nagyon messze voltam az otthonomtól. Tehát én. Ö, Budapesten nőttem fel, meg ráadásul belvárosban, meg akkor még nagyon szerettem ezt a nyüzsgést, jövésmenést, és ehhez képest azért Zalaegerszeg 220 kilométerre volt már akkor is, nem tudom, négy óra volt a buszút, tehát nem az volt, hogy csak úgy hazaugrok, hanem azért ritkán tudtam hazajönni, és azért hiányzott a pörgés, de, de emiatt meg az volt, hogy, hogy ott, amit lehetett csinálni, az a színház volt. Tehát, hogy ott, ott nem volt szabad. Ha szabad volt, akkor hazajöttem, de általában nem volt szabad időm, és akkor dolgoztam, és az meg mind-mind a hasznomra vált. Tehát nem, nem csinálnám másképp. Ezt ugye az estemben el is mondom, hogy ott az ilyen, hát nehéz, nehéz három év volt, de, de nagyon szép volt, mert, mert fiatal voltam, ambiciózus és, és rengeteg, rengeteg szép emlék köt oda. Úgyhogy hmm. nem csinálnám másképp. Nehéz megragadni egyébként ebben a szakmában? Tehát úgy, mint akár akkor abban az esetben, amikor még mondjuk színészként próbálkoztál, vagy szárnyakat Hát szerintem, próbálta. szerintem nehéz. Tehát nagyon nagy kitartás kell hozzá. Szerintem egész életemben semmit nem műveltem ekkora kitartással, mint ezt, és ehhez ez kellett is. Tehát, hogy, és ez pont Nagy Sanyi mondta nekünk mindig, hogy ez egy hosszú távú pálya, és tényleg hosszú távon dől el, hogy, hogy, hogy az ember alkalmas-e vagy nem, és mindig ezt mondta nekünk, hogy, hogy rövid távon légy türelmes, hosszú távon legyél türelmetlen. És tényleg igaza van, mert, mert hogyha valaki ilyen nagyon hirtelen nagyon felível a csillaga, meg nem, az, az lehet, hogy csak egy ilyen fellángolás, tehát hogy azt, azt fel, fel kell tartani azt a színvonalat, vagy vagy még abban is fejlődni. Különben az van, hogy ja, hát ő ezt, ezt tudja, és Aha, akkor azt megnyúlják, hogy ilyen, Hát igen, igen, igen. És uh, Székesfehérvár, az egy fontos állomás az életedben, ugye? Igen, igen, abszolút. Több szempontból hát, is, hogyha jól tudom. Igen, igen. Ö, aztán eljöttem ugye az Alegerszegről, két és fél, hát majdnem három év után, akkor volt egy ilyen fél év, amikor ilyen, ilyen lebeg, tehát ilyen szabadúszás volt, de, de az, az, az ilyen ö, nagyon, nagyon nehéz időszak, és akkor, ö, szegény megboldogult Szurdi Miki, aki a, a, a tanodában is engem nem tanított konkrétan, hanem ott ugye rendezte a herci musical, amiben benne voltam, és akkor később a, a Stefánián volt a fiatalok színháza, ami a tanodának egy ilyen játszóhelyévé vált. És, és, amikor eljöttem Zalaegerszegről, akkor, akkor kopogtattam, vagy hát kérdeztem Szurdi Mikit, hogy, hogy nem lenne bármi meló, mert hogy eljöttem Zalaegerszegről, itt vagyok, kéne valami meló, és akkor ott, ott azt hiszem egy-két előadásban játszottam, ott így átmenetileg, és akkor kapta meg a, a Fehérvári Színházat, vagy pályázott az igazgatói posztra, és ő lett az igazgató, és, és hát akkor hívott oda engem. Nem is, nem is éves szerződésem volt, hanem ilyen darab szerződés, tehát vendégként játszottam, de minden évben volt, mit tudom én, egy-két-három bemutatom, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a. a a munkáim oroszlán része, az, az Fehérvárról származott, meg, meg az, az, egy, az egy biztos pont volt. Tehát, hogy minden hónapban volt, mit tudom én, változó, de x előadásom volt Fehérváron. És a Fehérvárral kapcsolatban még nagyon sok helyen olvastam, ilyen interjúban, vagy akár podcastokban, hogy a feleséged is Igen ott igen, ismerted igen. meg. A, 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 tehát a feleségem is tanodás volt, sokkal később, mint én, tehát hogy nem onnan ismertük egymást, hanem Fehérváron, ő frissen végzett tanodásként került bele ugyanabba az előadásba, amiben én már úgy, hogy megjártam Zalaegerszeget, és, és ott ismertünk meg egymást, nem rögtön jöttünk össze, hanem ilyen, ilyen, ilyen egy-két év múlva. Uh -huh. És de igen, igen, igen. Tehát és nem volt ilyen, a... hát hogy mondjam, ilyen verseny közöttetek, mondjuk akár? Nem, nem, mert ő már, ő már akkor az volt, hogy, hogy ő, ő szerette ezt az egész színészetet, meg nem tudom, de ő, ő viszont nem tett fel mindent egy lapra, tehát hogy, hogy azt mondta, hogy, hogy azért ez nem egy, egy biztos dolog, és akkor járt közben a, a kodolányira párhuzamosan kommunikáció szakra, és az viszont meg, meg nagyon jól ment neki, és viszonylag hamar feladta ezt a ezt a, a, a színészetet, aminek én borzasztóan örültem, meg a mai napig is azt gondolom, hogy hogy ez az egyik titka, hogy hogy azóta is együtt vagyunk harmonikusan, szeretjük egymást, mert mert szerintem nem, nem létezik ennél optimálisabb konstelláció, ugyanis én mindig azt szoktam mondani, hogy hogy nem tudnék színésznővel együtt élni. És ezt mindig, mikor társa, olyan társaságban mondom el, hogy vannak színesek, mindig felholgatom, de miért, miért? De de egyszerűen azért nem, mert mert, mert mert pontosan tudom, hogy milyen ez a szakma, és szerintem ez egy nőnek nem való. És nem szeretném, hogyha a, a, az életem szerelme ebben a, ebben a nem túl szép világban élne. Tehát, hogy kiszolgáltatott az ember, nagyon sokat kivesz az emberből, és nem szeretném, hogy a, a vagy akit szeretek, az, az tönkre tegye magát, mert ebbe azért tönkre lehet menni, sőt, most majdnem, hogy csak tönkre menni lehet, iszonyú sokat kivesz az emberből egy bemutató, tehát hogy tudom, hogy amikor főpróba hét van, akkor, akkor ö, nem lehet hozzám szólni, tehát hogy akkor teljesen ö, be vagy, nem ebben a világban élek. Lehet, hogy, lehet, hogy egyébként van benne egy önzés is, hogy, hogy ha nekem legyen már főpróba hetem, csak én hisztizhessek, ö, ö, ne ő, de, 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 valamilyen van benne, és közben meg, közben meg, ö, meg, meg, érti, meg, meg, tudja ezt az egész világot, tehát hogyha mondjuk nem tudom, ö, van próbánk este tízig, akkor nem hív fel fél tizenegykor, hogy miért nem vagyok otthon, hogy hogy nem mentem, miért nem, ha premier buli van, akkor nem, nem hívogatnám. Sőt, egy csomószor volt olyan, hogy nem tudom, hogy eljött, eljött bemutatómra, gratulált mindenki, ó, szuper volt, remek volt, jó, nyilván most már gyerekek vannak, de akkor mondta, hogy hát ő most hazamegy a gyerekek, nyugodtan bulizzak, meg nem tudom, és akkor nem, nem hívott, hogy, és akkor nem szólt, hogy Figyelj, hát négykor jöttél haza, és hát olyan állapotban, hogy. Tehát, hogy Tehát megérti ne, ne. a szívszintet? Hogy Igen, hívásodat. igen, igen. Tehát hogy ez abszolút. Igen, vagy hogyha mit tudom én, hogyha egy, egy előadásban valakivel ö, ö, csókolózom, egy nővel, akkor nem az van, hogy ugye akkor ti most, hogy ez, hogy ez nem, hanem tudja, hogy ez játék. Tehát, hogy... Szereted így védelmezni azokat, akiket kedvelsz, vagy akiket szeretsz? Most ez jött le nekem ebből a pár mondatodból. Hűha nem, is az, hogy szeretem, hanem, hanem hát szerintem nálam ez ilyen alapállapot, vagy, azt gondolom, igen, hogy, hogy akit szeretek, hogy azt, azt nem ok nélkül szeretem, vagy, azért, mert, mert valami miatt szeretetre. Nem olyan szépen beszéltél róla, hogy ez fogalmazódott meg a mondatok közben, hogy na, egy férfi, aki védi a feleségét. Ja. ja, nem tudom, lehet. Nem, tényleg, tényleg azt gondolom, hogy ha, ha, ha valakit szeretek, akkor azt az gondolom, hogy annak oka van. És hát, hogyha azt látom, hogy méltatlanul, méltatlan dolgokat kell kiállnia, akkor, akkor védelmére kelek, persze, persze. És hogyha egy kicsit összegeznénk ezeket a vidéki éveket, és mondjuk a vidék kultúráját, ugye említetted, hogy belváros is rác vagy, nagyon különböző? A vidéki és a budapesti kultúra, mondjuk a színház szempontjából? Nagyon, nagyon. Hát persze, már csak a, az ország felépítése miatt is, hiszen Budapesten rengeteg színház van, mindegyik szakosodott valamire, mindegyik színháznak van egy törzs közönsége, aki, aki vagy oda jár meg, talán még egy-két helyre, vagy csak oda, akik ilyen tényleg ilyen kemény vonalas sznobok, és akkor ők nem is ismernek el más ö, ö, színházakat, és vidéken pedig ö, ö, örülnek az emberek, hogyha ha eljutnak, tehát, hogy az. Szerintem a mai napig így vagy vidéken, az egy, az egy nagyobb ünnepnek számít, mert, mert ö, ö, Pesten most nem tudom, kimegyünk a stúdióból, ö, nem tudom, előveszed a telefonod, és megnézed, hogy, mit, hogy, hogy ma mit tudnék megnézni színházba, és 1100 program rád borult, tehát, hogy nagyon az tudsz, impulzus, igen, 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 és nagyon sok közül tudsz válogatni míg vidéken az van, hogy ha a városodban nincs, tehát hogy el is kell utazni, tehát vagy ide utazol, vagy oda utazol, kell mérlegelni, hogy melyik van messzebb, hol éred el a buszt, nem tudom, és hogy és, és, és mit láthatsz. Tehát, hogy ott... Nagy, nagyobb, tehát hogy jobban esemény számba megy szerintem az egy, egy színházi előadás, az nagyobb ünnep a mai napig szerintem vidéken. Hát ez lehet, hogy így van, de hát azért ugye lehet hallani a kultúra támogatásának, azért vannak különböző problémái, igen, vagy igen, ilyen finanszí igen. finanszírozási problémái, de nem szeretnék most erre az útra rátérni. Sok a, olyan... a vidéki színházaknál, ott ugye ez, ez mindegyik, tehát kőszínházakról beszélünk, és ott mindegyik, mindegy, mindegyik állami támogatást kap nyilvánvalóan nem egyenlő arányba, azt most én nem is tudom, tehát hogy már, nem vagyok annyira benne, hogy, hogy, hogy hol, mi, merre, hogyan van, de, de mondom, én, a, én a fő különbséget azt, azt, ebben látom, hogy az, hogy, hogy az vidéken a mai napig egy esemény, egy, egy, egy színház, tehát hogy, csillogóbbak a szemek. És pont ezért szerintem nagyobb is a felelősség, hogy, 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 hogy azért, mert mindenre csillog a szemük, azért, azért ne legyen mindegy, hogy mi mit nyújtunk nekik, hanem hanem az rajtunk is egy óriási Tehát azt felelősség. És azt mondod, hogy extra energiát raksz bele mondjuk egy vidéki fellépésen? Ö... Nem, én minden fellépésen igyekszem azért olyan energiát belerakni, hiszen a, mindig aki ott van, tehát hogy nem tudom azt mondani, hogy elnézést, ez tegnap jobban ment, mert azt mondják, hogy baz meg, én meg ma fizettem ki az x ezer forintot. Tehát, hogy. Ott, 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 mindig, mindig jónak kell lenni. És volt már, nyilván hazudik, aki azt mondja, hogy nem volt ilyen, de velem is volt már olyan, hogy, hogy nagyon fáradt voltam előző este, nagyon későn értem haza, valahonnan szintén dolgoztam egész nap, és akkor másnap hétvége lett volna, tehát pihenhettem volna, hideg is volt, rossz idő volt, de el kellett mennem 200 kilométerre levezettem, ahol nem túl ideális körülmények között nem úgy szó volt a hangosítás, nem olyan volt a színpad, és így azt mondtam magam, hogy jó, mindegy, csak ezzel legyünk túl valahogy, nem tudom, és bementem, addigra már ott ültek az emberek, és ott ne, nem lehet hazudni, tehát hogy ott nem lehet az, hogy automata, itt nincs autó, tehát a stand-upnál főleg ott nincs automata üzemmód, mert azt megérzik az emberek, megérzik a nézők, és ott azt látják, hogy ez a csávóka a muzik, és ott lép, mindenki hátra lép egyet, és egyszer csak elkezdenek távolodni, te meg azért ott állsz másfél-két órán keresztül, tehát ott nem szabad elengedni, és ott az volt, hogy ott, ott is a, egészen addig tartott ez, hogy jaj, valahogy éljük túl a ma estét, míg színpadra kerültem, mert ott láttam, hogy, hogy itt nincs mese, úgyhogy hát ugyanúgy gatyára izzadtam, és elégettem 9800 kalóriát az alatt a két óra alatt de megérte, mert, mert tapsoltak és szerették. És ha már stand-up, az egész világban hogy kerültél bele, és mennyit változott egyébként ez stand a stand-up világ a, kezdetektől a Uha, az, az a baj, hogy, hogy, a kérdés második felére reagálva, hogy, hogy, a kezdetektől mennyit változott, hogy azt nem, nem tudom, az a, az a, furcsa, hogy, hogy hogy ugye mióta benne vagyok, tehát nincs, nincs rálátásom, mert ugye napi szinten ezzel foglalkozom. Tehát, hogyha nyilván, de ha megnéznék egy egy, egy régi előtt, tehát hogy nem tudom, most mindig csak azt nézem, hogy jaj, de fiatal voltam, meg is nem De tudom. viszonylag későn ért el hozzánk, ez a, ja, igen, ez igen, a, igen, 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 igen. Nálam úgy jött, hogy nyilván mindig ökörködtem, meg mindig az volt, hogy, hogy büfébe leghangosabban meséltem legnagyobb beleéléssel bármit, és, és akkor, 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 indult a Godó, meg a, meg a, Fábrisóban talán a, a, a Sándor felkarolta a fiatalokat, meg, meg teret engedett, ugye a, a, a Fábri mutatkozott be Kis Ádám, Kőhalmi, Bödöcs, és, és akkor mindig volt a végén egy ilyen felhívás, hogy a Godóba lehet jelentkezni fiatal félőrültek fesztiválja, stb. stb. És akkor, és akkor, először mondták, mit tudom én, mondták jó barátaim, aztán mondták kollégáim, aztán, tehát, hogy, hogy egyre szélesebb kör, hogy miért nem próbálod meg, miért nem, és akkor nem volt egy ilyen nagyon nagyfokú lustaság egyrészt, másrészt meg nem tudtam, hogy ez az egészhez hogy kell hozzákezdeni, még azt mondtam, hogy, hogy de hát az, hogy, hogy idegenek elé, meg fizető közönség elé kiállni, és ott egyedül lenni egy színpadon fél órán keresztül, hogy az baromi nehéz, és tényleg nem könnyű. De nem tudtam, hogy hozzákezdeni, és, de aztán már nem tudom, színházba rendezők, volt egy rendező, akivel először dolgoztam, és egy ilyen, egy ilyen, Improvizatív, improvizációkon alapuló előadást hoztunk létre, úgyhogy hogy volt írott szöveg, de az improvizáció az ottani improvizációkból született. És akkor az volt, hogy hogy, hogy az első találkozásunk, mindenkit megkért, hogy meséljen el egy sztorit, én elmeséltem egy sztorit, akkor találkoztunk először, és így nézettünk, hogy de te nem próbálkoztál még ezzel a standuppal? mondom nem, nem, de már sokan kérdezték, és akkor aztán először azt hiszem, 2007 nyarán egy barátom a tudtom nélkül leszervezett nekem három fellépést arra a nyárra a Bobek nevű szórakozó helyre, vagy most már Romkocsma, de akkor még egy nagyon pici helység volt, és akkor ott volt az első három fellépésem és aztán, aztán utána, nem, tudom, utána 2009-ig volt, nem tudom, két év alatt ilyen 8-10, de mindig ilyen adhok jellegűek, és, és, aztán utána a, a, a szigetreklám reklám kapcsán mondtam el egy interjúban, hogy, hogy szoktam stand-upolni is. Ezt valaki meglátta a, a a Comedy Central szerkesztőségében az újságcikket, és a Litkai Gergőnek, aki akkor a Comedy Central programigazgatója volt, és már akkor a Duma Színház tulajdonosa, jodavitt, hogy Gergő, nézd, a szigetes csávó szokott stand nem akarjátok hívni, és akkor így, így indult. És hogy állt össze az első esti, nem Saját poénok, helyzet, komikusok, baromi nehéz lehet összeszedni. Hát egy persze, igen, igen. A, 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 a legelső... A legelsőnél ott segített ez a barátom, de hát az még, az még, nagyon nem ilyen volt, mint a mostaniak. Tehát, hogy nyilván ez, ez is egy, egy, egy tanulási folyamat, meg egy, meg egy, folyamatos fejlődés, legalábbis remélem. Tehát, hogy nyilvánvalóan, ha elértem valamit, akkor, akkor a következőkben igyekszem azért szintet lépni, meg, 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 próbálok fejlődni nyilvánvalóan. Mert ugye ezektől a stand-up estektől eljutottunk most már végül a, a lotyójáig, ami tulajdonképpen az életed eddigi, hát hogy főműve? Hát mondhatom? igen, igen, igen. Az első önálló estem, és... Ez és... benne van minden, ami az életedről Egyéb, nehézségek, hát, könnyűségek, igazából, tehát nem? hogy a színházi, színházi vonatkozása az életemnek, és ez annyira, mert mindig az önálló est az, azért egy tematikus est szokott lenni mindenkinek, tehát egy témaköré van felépítve, és nekem ez nagyon adta magát, hogy első önálló estem, és nyilvánvalóan, hogy a színházról akartam beszélni, meg a színház bűvkörében eltöltött évtizedeimről hiszen amikor bemutattam, azt hiszem két évvel ezelőtt, akkor, akkor addigra már az egész életemben kevesebbet éltem színház nélkül, mint színházzal, tehát hogy nagyon adta magát a téma, és, és tényleg, tényleg az, a, az a legnagyobb örömöm ebben, a, ebben az estben, hogy, hogy itt nincsenek fiktív dolgok, hanem itt tényleg azt szoktam mondani, hogy a, a, a szívemet teszem ki a, a, a színpadra dobogni és a mai napig meghat, és borzasztóan örülök neki, hogy erre ennyi ember kíváncsi, és így szeretik. És ebbe bocsánat, és ezt muszáj kiemelnem, hogy hogy óriási segítségemre volt Désenik, dramaturg, aki tulajdonképpen az estnek az egész szerkezetét felépítette. Tehát, hogy a próbáink azok úgy néztek ki, hogy találkoztunk vagy a Duma színházban, vagy, vagy, vagy egy presszóban, vagy, vagy bárhol. Én pofáztam, mondtam a sztorikat, ő kitette egy egy diktafont, és utána az egészet így összerendszerezte, meg mondta, hogy azt szerintem maradjon ki. Az, és, és akkor ő találta ki a sorrendet, meg hogy az egésznek a szerkezete hogy épüljön fel, hogy hogy legyen egy íve. Tehát, hogy amit egy dramaturg hozzáadhat, azt az, az gondolom, hogy mindent hozzáadott, sőt, még többet is. A címválasztás nagyon önreflexív, Te tudsz magadon nevetni, vagy szoktál? Ö, szoktam. Nyilván nyilván kell egy, kell egy bizonyos ö, rálátás erre, tehát hogy kell egy egy bizonyos távolság, amíg leülepszik az emberbe, tehát hogy ez ez ugyanolyan, hogy általában mindig, amit az ember sztorikat mesél magáról, és vicces, azoknak a 99 ban azok olyanok, hogy amikor megtörténtek valós időben, az akkor nem volt annyira vicces, tehát hogy kell hozzá, hogy elteljen az a bizonyos idő. Tehát, hogy most is a... a az estemben, amikről beszélek olyan dolgokról, amin fuldokolva röhögnek a nézők, és emlékszem rá, hogy abban a pillanatban, amikor megtörtént, akkor én azt éreztem, hogy, hogy, hogy ez egy óriási tragédia, és innen, innen és emiatt nem fog tudni tovább menni az életem, és mostantól vége mindennek. És pár évtized, és ezt elmesélem, és, és fuldokolva röhögnek. És a zene mennyire teszi még ki a, 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 hányadát az életedben, mert ugye azért rengeteg zenei, hát ilyen átirat, igen, ilyen igen, 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 jelent meg veled kapcsolatban, és most fűzném bele még ebbe a kérdésbe a Szigetet is, hogy ez ugye a Sziget amiből igazából így az országos ismertséget megszereztet, hogy az áldás vagy átok? Hú, nem tudom, ezt mindig megszokták kérdezni, és mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy Nyilván ennyi év távlatából, hogy, hogy nyilván egy picit unom, de, de amúgy meg a jelentőségét meg nem akarom elvitatni, hiszen ha nem lett volna az a reklám, akkor nem ülnénk most itt, nem beszélgetnénk, nem kérdezné rá. És, és, és emellett még egy borzasztó nagy dolognak tartom, hogy hogy 15 évvel ezelőtt volt ez a reklám, és még a mai napig emlékszem. Tehát, hogy én akkor azt hittem, hogy, hogy oké, hogy ennek van egy ilyen nagy felfutása, de majd pár év múlva majd mondják, hogy jaj, jaj miben volt ő, vagy nem. Tehát, hogy nem, nem gondoltam, hogy, hogy, hogy akik nem tudom, akkor ö, 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 óvodások voltak, azok most már a Sziget Fesztiválra járnak, és, és még mindig emlékeznek erre. A, az a karakter kinek az ötlete volt egyébként? Az igazából, ö, tehát hogy, 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 hogy ki volt találva, tehát hogy ott az ügynökség által ki volt találva a karakter, Ö, és nekem meg volt egy ilyen, nem tudom, tehát hogy mindig amikor ö, ö, barátnőmmel mentünk, nem a tesco meg iszé, és akkor ott ökörködtem, még van is talán ilyen másfél pixeles felbontásban valamilyen videó, hogy a tesco nem tudom, volt valamilyen horgász mellén, és akkor felvettem, és tudom, ilyen nagy, nagy vállat csinált, és akkor ott ö, ö, osztottam a hülyeséget. Én az, akkor, akkor Lacinak neveztem el ezt a karaktert, és itt meg ugye meg volt a szitu, az, az reklám volt először, és akkor ott, ott ki volt dolgozva, tehát hogy ott az volt, hogy ott osztom az észt, meg ez hogy, hogy egy autó, és a végén megjön a tulajdonos, és lever, hogy haho. És, és akkor utána, tehát meg, megérkeztem a helyszínre, megkaptam a jelmezt, megcsinálták a hajamat, megkaptam ezeket a matricateketkókat, belenéztem a tükörbe, és ott éreztem, hogy hát ezek, hogyha valamiben, akkor ebben nem szabad hibázni. Tehát, hogy itt minden adott, akkor már haló. Tehát, és, tehát nem vett tehát vissza az a fajta láz, ami akár... Nem, 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 és ráadásul, ráadásul ö, 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 tulajdonképpen nekem, a, a, aki, aki rendezte ezt a reklámot, ő nekem ö, gimnáziumban volt évfolyam társam, és nem nem találkoztunk előtte sokáig, de ott mégis meg, meg dolgozott benne még szintén egy régi barátom, és ők meg adták alám a lovat, és mondták, hogy ez az, ezt, ezt, ezt és ott ott, 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 hát ott megint igazából a, ugyanaz az exhibicionizmus, ami, tehát, hogy amire visszaemlékszem, hogy óvodában már bennem volt, hogy tényleg csak egy pici szikra kellett, hogy ott mondták, hogy ez, 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 és akkor tudtam, hogy, hogy, hogy ott van a sziget részéről, a, a, a megrendelő részéről egy szupervájzor, aki félti az állását, és sápadtan ő, hogy ez most biztos, hogy jó lesz-e, meg nem tudom, de ezeket ki tudtam zárni. Meg azt és ezt az a karaktert miért nem vittétek tovább? Tehát, hogy ebből hát nem azért, lett egy ilyen nagyobb. Hát, figyelj, azért tovább el. vittük. De, tehát, hogy csak az autós reklám lett volna, és akkor ennek a sikerén felbuzdul. Nem, nem lett úgy értem, a hogy a akár mondjuk egy teljesest. Ja. Hogy ilyen nagyobb akár egy sorozat, ami mondjuk éveken keresztül. De volt az, volt. Még 2010-ben is ö, ö, volt ez a karakter, és aztán 11 ben nem. Akkor én nagyobb voltam. lépték, úgy értem? Igen, ja, nem tudom, nem tudom. Figyelj, szerintem ez a meglepetés erejével szólt ekkorát, és, és már azt is csodának tartom, meg, meg szerintem nem is volt előtte, és talán azóta sem ilyen, hogy, hogy ugyanaz a karakter reklámozta volna a szigetet, tehát hogy, hogy ez mm, egy rendhagyó dolog volt. Szerintem már nem lehetett több bört lehúzni. Meg, meg... Jó, de kicsit kanyarodjunk akkor vissza a zenéhez. Igen, igen. Tehát hogy a igen, zene igen. az életedben. Hát figyelj, én világéletemben nagyon, nagyon szerettem a zenét, nem, nem játszom sajnos hangszeren. Hát ez a sajnos, ez, ezt azért kiigazítanám annyival, hogy, hogy, egyszer anyukámnak mondtam, hogy, hogy, hát, hogy ezt egy kicsit bánom, hogy, hogy nem, nem, játszom hangszeren, és teljesen le volt döbbenve, mert hogy azt érezte, hogy nyilván, hogy ezért ő a felelős, és így mondta, hogy Hát kisfiam, hát gyerekkorodban hát öt percig nem tudtál egy helybe ülni, hogy így elképzeled magad, ahogy ö, ö, gyakorolsz bármi, leülsz és gyakorolsz órákig bármilyen hangszeren? És mondtam, hogy nem. Nem tudom. Tehát, hogy amikor külön angolra járatott, és nem tudom, vasárnap volt ez az angolóra, amikor ment a kacsamesék, és pont egy négy percet tudtam nézni belőle, mert kellett indulnom angol. Azt én személyes sértésnek vettem, hogy miért kell nekem még vasárnap is tanulnom, meg angolórára bennem, mikor itt a kacsamesék. Szóval... De úgy értem, hogy ebből a fajta ilyen zenei halandzsázásból, vagy igen, átiratok. igen, nem. Tehát, hogy a zene szeretete az, az, az egész életemben megvolt, és... Hát az viszonylag korán ö, ö, világosá vált számomra, hogy, hogy hát így hogy nagyjából jól, jól tudom ezeket visszaadni, vagy, vagy hogy van ez iránt valami parodisztikus képes, vagy hogy nem tudom, tehát hogy a stílusok, hogyha, hogyha kellően markáns egy stílus, akkor az, akkor az ö, 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 na, befészkeli magát a, a kisagyamba, és azt egy idő után, tehát hogyha sokszor hallom, még akaratlanul is, tehát hogy régen ugye rádióban szólt egy, tehát hogy még amit nem szerettem, azt is megtanultam, mert egyszerűen annyiszor hallottam a rádióban, és, és azt ahogy hallottam, azt, azt nagyjából úgy vissza tudtam adni, és hát ennek sok, sok hasznát vettem, vagy, vagy, vagy kamatoztattam. Meg hát szeretem is az ilyen, az ilyen zenés produkciókat, mert ki ne szeretett volna rockstar lenni egész életében. És mert lehet, én igen, az biztos. És ennek lesz még szerepe nyilván akkor az életedben? Ja, hogy ne, hogy ne, hogy ne ezt igyekszem. A, 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 az önálló estemben is vannak zenék, nem olyan sok, de de. Hát most nem titok, nem akartam róla beszélni, de nem titok, hogy, hogy készülök most már a következő estemre, mert ezt el fogom adni a tévének, vagy hát mi hívjuk így csúnyán, de fel fogja venni a tévé, és onnantól kezdve, hogy ez lemegy tévéadásban, ez az a, a élő előadás megszűnik, és készülök a következőre. Most a És igen, 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 és a, a következőben nem titkoltan több, több zenét szeretnék beletenni. De hogy párhuzamosan több előadásod is fut, és van, amelyik nem is egyedül. Kivel szeretsz a legjobban dolgozni, vagy kivel találtad meg ebből a stand-up világból a hangsúlyt? Hűha. Figyelj, Kovács András Péterrel elég sokat dolgozunk együtt, illetve most is fut a, a swingnek már, most már a harmadik verziója, az szintén egy zenés, Illés Ferivel együtt kiegészülve, tehát egy hárman. Elekpetivel csináljuk a TIK-nak már a második részét, Tóth Eduval is volt közös estem, amit, amit, már levettek műsorról, de készülünk majd egy következőre, de az is majd még a, a, jövő zenéje. Nyilvánvalóan egyikükkel sem kezdtem volna közös munkába, hogyha ha nem tudnék velük dolgozni, tehát nem, nem emelnék ki senkit, és és én mindig szerettem az ilyen közös dolgokat, mert, mert egyrészt ab, abból sokkal több jöhet ki, mint, mint, egy, egy önálló. Mert, mert hogyha a színpadon ott vagy és reflektálsz a másikra, akkor, akkor abból egy csomó, ö, improvizá, csomó ö, megkövült improvizáció van ezekben az, az estekben, amit csak egyszer így jópofaságból oda mondtunk, ő visszamondta ezt. Ezen nagyon nevettek a nézők, és nyilván amit nagyon nevetnek, azt megjegyzi az ember, tehát azt már következő alkalommal megpróbálja ö, ugyanúgy rekonstruálni. Tehát ezek így, így híznak, így, így növekednek ezek az estek, és ö, hát nem, nem emelnék ki senkit, mert nem akarok senkit megsérteni, meg, meg, meg tényleg, ha, ha, ha nem, nem, szeretnék velük együtt dolgozni, akkor nem csinálnánk közös projekteket. Úgyhogy, úgyhogy akivel együtt dolgozom, mindenkivel szeretek. És a stand-up társadalom, hogyha itt beszélgettünk a vidékről, a színházakról, a budapesti színházi életről, mennyire megosztott? Tehát a politika beférkőzik mondjuk a stand-uposok életében? Ezt azért is kérdezem, mert hát ugye itt volt ez a Somogyi András úgyhogy hogy őt, mint ugye humoristát nagyon sok helyről kitiltották vidékről, és nekem azért furcsa, és ugye így is kezdtük a beszélgetést, hogy a magyaroknak van-e humorérzéke, mert én politikusként biztos, hogy beülnék, sőt, meghívnám az ilyen jellegű előadókat, mm -hmm. hogy hagy, hagyd nevessek egy kicsit magamon. Igen, igen, igen. Szerintem is ez lenne normális, és hallottam én is erről a, erről az esetről. Itt szerintem nem is nem is az a konkrét ö, 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 baj, vagy, vagy szerintem itt nem is az lehet a, a helyzet, hogy, 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 a, hogy, hogy az adott politikus nem tud nevetni saját magán, hanem a, tehát, hogy ahonnan nem tudom, hogy, hogy vagy ezt így fogalmazta a Somogyi Andris, hogy ki van tiltva, vagy hogy, vagy hát, hogy lehet, hát hogy volt az olyan művelődési ít. ház, igen, az az volt, hogy ő inkább ne jön. Szerintem ott a művelődési háznak a, 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 az igazgatója a saras, hogy, 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 hogy ő nem szeretné, vagy fél valamitől, vagy én nem tudom, hogy mi lehet az oka. Nyilvánvalóan én hallottam ilyen esetekről, ö, ö, nyilván nem tudom, sokat kézből, és, és el is tudom képzelni, hogy ilyen van azt nem tudom, hogy, hogy, nyilván nem tudom, hogy, hogy részese vagyok-e ilyennek, mert az meg az csak, az csak, annyi, hogy nem megyek valahova, de az meg, az meg így nincs bennem. Tehát az van, hogy jövő héten ide megyek, ide meg oda. Nincs bennem az, hogy oda meg oda miért nem megyek, illetve egy ilyet tudok konkrétan egy, egy nagyvárosba, már tudom, hogy régóta nem, nem voltam fellépni, mert mindig, mindig kérdezik Facebookra, amikor kirakom, a jövő hónapban, és ide mikor jössz, ide mikor jössz, ide mikor jössz, és egyszer csak mondtam a, a, a Duma Színház vidéki szervezőjének, hogy, hogy hadd menjek már oda, mert hogy mondom, mondom a visszatérő kérdés, és hogy mondom, biztos, hogy hamar megtelne, meg nem tudom, és hogy mondom, mi az oka, mert közben ráadásul az adott városból megkeresett egy újságíró nő, csinált velem interjút, és mondta, hogy ő utána nézett, hogy 2019-ben voltam ott utoljára. Mondom, hát mondom, nem tudom, mi az Valódi igen, és akkor mond, igen, akkor mondtam a szervezőnek, mondom, hogy, hogy hadd vigyem már el oda a tália lutyóját, és mondta, hogy tárgyalásban voltak vele, és ott az igazgatónőnek a címmel volt problémája, hogy tália a lotyója, hogy hát, hogy ilyen címmel. Ez, ez, ez nagyon furcsa őreflexió, ő hogy ilyen. És, hogy, és hogy, 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 hogy akkor hát, hogy emiatt a cím miatt nem, mondom, nem áll. És akkor most az a, az, az utolsó infom, hogy, mert ugye az, az ennek az alcíme, hogy ha én egyszer fényt kapok, és hogy, hogy, hogy majd akkor akkor ezzel a címmel hadd vigyem oda, hogy akkor a a lotyója nélkül, ha én egyszer fényt kapok, mert igazából az is, az is kifejezi a, 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 az előad, de hogy az, hogy a cím miatt, hogy az, az tényleg egy egy kicsit ilyen abszurdnak tartom. De az, 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 ezt csak azért hoztam fel példának, hogy, hogy bármit elképzelhetőnek tartok, de szerintem ez nem jó dolog. Igen, de ezek nyilvánvalóan... ilyen, ön, ön, önmagunk által generált ilyen félelmek, vagy nem igen, is tudom, Igen, szó, igen, igen és közé, teljesen de alaptalan. Te, csak igen, teljesen alaptalan, tehát hogy még azt is megérteném, hogyha az adott intézmény vezetője eljönne megnézni, és azt mondaná az előadás alapján, hogy ezt hozzánk biztos, hogy nem. De nyilvánvalóan nem erről van szó, de hogy amíg, amíg Hát nem tudom. Mert csak tudod, még a 80-as évek is talán ebből a szempontból egy picit lazább volt, hogy mondjuk ha mást nem, akkor hoffit veszem példaként, hogy mostanában valahogy hát, de más nem a humor. Igen. Igen, ez jó, de hogy mostanában valahogy a humorral is, hogyha ilyen játékot üznek, az, az szerintem semmi óra nem vezet. De hogy akkor azt mondod, hogy, vagy illetve nem mondtad, mert a kérdésem erre, vagy ezen része ez így kimaradt a válaszból, hogy, hogy akkor ez a stand társaság, amiben ti így együttműködtök, akkor ez teljesen ilyen, ilyen, ilyen összetartó valami, tehát nem tud beférkőzni közélet, politika, ja, nem tudsz szétverni ja, Nem, 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 szerintem, tehát ugye ilyen ellentétek köztünk, ö, 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 emiatt szerintem abszolút nincsenek. Mert egy fontos műfaj, ugye a politikai humor szempontjából igen, is. Igen, tehát... igen, tudom, és mindig megszoktuk kapni, hogy hogy, hogy hogy miért nem foglalkozunk azzal, vagy miért nem foglalkozunk többet. És én csak a magam nevében tudok ö, erről nyilatkozni, hogy mindenki, Mindenki arról beszél a műsorában, ami érdekli, mert nyilván ahhoz tud ahhoz tud érdemben hozzászólni, ahhoz tud egy egy sajátos látásmóddal úgy viszonyulni, ahogy csak ő tud, és én az én részemről engem nem, nem érdekel annyira a politika, hogy, hogy, hogy hozzá tudnék érdemben szólni, a, a, a felszínét karcolgatni, meg azt meg de, de meg annyira se érdekel, tehát hogy, hogy Nyilván, én nem tudom, túlságosan szkeptikus vagyok sajnos ebből a szempontból, tehát hogy én, én nem, nem, nem gondolom azt, hogy bezzeg, ez jobb lenne, az jobb lenne, nem tudom, nem tudom, hogy mi lenne jobb, meg... meg nem csak erről szól az életünk, nagy, vannak egyéb témák, Igen, nyilván. Igen, de és, és, és nyilván 2024-re azért, tehát hogy az embernek kitolódott az ingerküszöbe, tehát hogy, hogy már annyi minden megtörtént, hogy azért kevés dolog van az, amire úgy felhúzza az ember a szemöldökét, tehát hogy amilyen a hullámokat vet az egész közélet, hozzám mindig csak a, a hullám teteje jut el, és lehet, hogy tényleg, hogyha valami nagyon durva dolog van, azt mondom, hogy ő azt a mindenit, de hogy érted, de, de, nem döbbenek le annyira, hogy na hát ezt nem gondoltam volna, hanem azt mondom, hogy hát ma már semmi nem elképzelhetetlen. Tehát, hogy nem, nem látom ebben a, 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 potenciát, az abszurditás, mert ez önmagában annyira abszurd, hogy, hogy, hogy nem is, nem, nem tudok hozzá mit, és ha van olyan, nem tudom, nézünk vagy ember itt ebben az országban, aki mondjuk még a neveddel kevésbé találkozott, a most futó estekből, melyikből ismerhetnénk hú, meg legjobban hú. a Jan Pétert? egy jó darabot Am, itt a végére. Amiben, amiben, a legjobban megismerhetnek engem, az nyilvánvalóan a táli alottyója, tehát hogy az, 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 tényleg az, az előadás száz százaléka én vagyok, belőlem van, és és megismerhetik belőle, hogy, hogy nem csak azt, hogy milyen ember vagyok, hanem hogy, 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 hogy honnan indultam. És milyen, milyen úton jutottam el idáig. Úgyhogy hogy ha valaki engem akar megismerni, akkor abszolút azt ajánlom. Akkor legyen ez a végszó. Péter, köszönöm, hogy eljöttél köszönöm hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást. A nézőknek köszönjük a türelmet, és ne felejtjék, megtalálnak minket a Facebookon, a TikTokon, az Instagramon is, ha tetszett ez a beszélgetés, akkor nyugodtan nyomjanak egy lájkot. Ha nem tetszett, akkor kétszer a diszlájkot. Köszönjük a türelmet, viszontlátásra. És iratkozzatok fel a csatornánkra.